Az idősek világnapjának tiszteletére szerveztek közösségi programot a maroszentgyörgyi szépkorúaknak a helyi kultúrotthonban. A polgármesteri hivatal szimbolikus ajándékcsomagokkal is kedveskedett a község nyugdíjasainak. A zsúfolásig megtelt teremben Sófalvi Szabolcs polgármester üdvözölte az összesereglett időseket. A községvezető elmondta, szokássá vált Maros-Szentgyörgyön, hogy minden évben október 1-e táján megünnepelik az idősek világnapját. Fontos az, hogy a fiatalok, a gyerekeink, az unokáink lássák azt, hogy a tiszteletadás az nem csak egy divat kérdés, hanem kötelességük is, és egy kulturális programot próbálunk mindig összeállítani számukra, de olyan szinten, hogy ők is azt érezzék, hogy ezek a mi gyerekeink, a mi unokáink, nem éltünk és nem élünk hiába. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal részéről egy kis ajándékcsomagot is kapnak. A községben élő nyugdíjasok számára azonban nem csak ezen a napon tartanak foglalkozásukat, odafigyelnek az idős emberek igényeire, elvárásaira. Nagyon sokat segítenek az idősökön például, mert mégis feltaláljuk magunkat, jól érezzük magunkat, a betegséget elfelejtsük akkor. Az ünnepség kezdetén a polgármester virágcsokorral üdvözölte a legidősebb jelenlévőket, a 92 éves Bóni Julianna nénit és a 95 esztendős Johann Oprich bácsit. Ezt követően román és magyar gyerekek néptánc csoportjai léptek fel a vegyes lakosságú község kultúrotthonjának színpadán.